Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a mai videóban Kadargai Endre interjúját szeretném megmutatni, amelyet Niki Bellucci-val készített május 25-én ez évben. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyszerű apropó és lehetőség arra, hogy bemutassam, hogy hogyan termeli a világ azokat a mentálisan megtört pszicho és szociopata embereket, amelyek körülvesznek minket. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja. Nem arra gondolok, hogy Niki Bellucci maga egy ilyen pszicho vagy szociopata, de az kétségtelen, hogy ő egy megtört ember. És meg fogjuk látni azt, hogy hogyan vezet egy törött, diszfunkcionális családi háttér ahhoz, hogy az ott felnövő gyerekeknek az élete is végleg, de legalábbis hosszú időre zátonyra fusson. Megerősítendő azt a gondolatot, amit megosztottam már oly sokszor mostanság, hogy vannak dolgok, amiknek messze menő, gyakran visszafordíthatatlan következményei vannak az ember életében. Nem találtam meg Niki Bellucci weboldalát, ezért csak egy Facebook oldalról tudakozottam. Sok mindent nem árul el magáról, de talán nem is fontos. Annyit ír, vagyis oszt meg mindössze, hogy Niki Bellucci a szépség, a báj és a dinamikus energia megtestesítője a DJ-k világában. Karrierjét 2003-ban indította útjára, és az első évben több mint 160 fellépéssel ragadta magával a közönséget Európa szerte. Most csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy állítólag, legalábbis a saját állítása szerint ő már egy megreformált hölgy, aki azt szeretné, legalábbis amennyire én kivettem a szavaiból ebben az interjúban, hogyha inkább a munkásságára emlékeznének az emberek, úgy, mint hogy DJ az ő produkciójára, nem pedig a felnőtt filmes múltjára. Ennek ellenére furcsa, hogy sehol nem találni róla még mai napig sem egy olyan fotót, ahol ezt tükrözni. És ez egy olyan dolog, ami nagyon fontos azok számára, akik akár hölgyek, akár férfiak, különböző okoknál fogva, de párválasztás előtt állnak, hogy megértsék azt, hogy az embernek a múltja, amennyiben nem történik gyökeres változás, ami nyilvánvaló, az meghatározza azt, hogy az milyen ember. Megmutatom a posztjait, de minden egyes poszt gyakorlatilag ugyanarra épül, arra, hogy ő hogy néz ki, hogy mennyire vonzó és bájos, de hát miért is lenne más, mikor ezt írja magáról? Nem érdekes, hogy egy DJ és azt írja, hogy a szépség, a báj és a dinamikus energia megtestesítője? És nem akarom bántani, mert én örülök neki, hogy sikerült az életét megfordítani, ráadásul az elmondása szerint csak néhány filmben szerepelt, annak ellenére, hogy ilyen ismert lett. Ettől függetlenül, hogyha valaki megváltozik, akkor azt gondolná az ember, hogy egy, elhagyja azt az identitását, ami a hírnevet hozta neki, szóval megváltoztathatta volna a nevét. És a gyerekként ő beszorult ebbe a légkörbe, és folyton azon volt, hogy valami úton módon békét teremtsen, vagy felhívja magára a figyelmét annak a szülőnek, aki a legfontosabb egy lány életében, az pedig az apja. De szertornáztál, ugye? Így van, 10 évig. És hát elég ügyes voltál. Igen, válogatott keretben benne voltam. Szükség van egy erős férfira a házban, egy olyan modellre, egy olyan példaképre, akire felnézhet, akinek a figyelmét, a szeretetét kivívja, és aztán az megadja neki, és van egy egészséges viszony. Ez az apa és a lánya között, hogy aztán később az egész életében majd ez az a példakép, ez az a minta, amit keresni fog. Így lesz egy egészséges férfi kép a nőnek a fejében, mikor felnőtt lesz. És onnantól kezdve, mikor ez kialakul kislánykorában, már nem fog vonzódni azokhoz a senki háziakhoz, akikhez a fiatal lányok többsége vonzódik, mert tudni fogja, hogy mi az, ami helyes, de az ő életében ez sem volt meg, és most elmondja ezt nekünk. Az időtárt benned valami fajta csökkent értékűség, vagy szégyenérzet volt? Nem az lenne a cél, hogy ezt elkerülje mindenki, aki csak tudja, ezt a 40 évig tartó tortúrát, amíg az embernek mesztelenül pornófilmbe kell szerepelni, meg DJ-znie a világon, egyik csonka családból a másikba, kreálni egyik csonka családot a másik után. Mondhat mindenki, amit akar rám, vagy arról, amit én beszélek, vagy csinálok.
különösen a biblikus életformáról, de minden adat, minden tény azt igazolja, hogy úgy van, ahogy a Biblia fogalmaz, és ahogyan én ezt tanácsoltam mindig is az évek során mindenkinek. De itt van az ő szájából mindaz, amit mondtam. Tehát magyarul a válás után sem találtad meg azt a fajta szeretett közeget? Még inkább nem. Még inkább nem. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594. Minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!